Üdvözlünk mindenkit hatalmas nagy szeretettel, én Zoltán vagyok. Én Réka vagyok. És ez itt a művészeti megnyitónk, a Mit játszunk múzeumban. Ta-da! Beszéljünk a modern művészetről. Így néz ki a Modern Art című társasjáték, hogyha 4 játékosra készítettem elő. Ebben a különleges műértő társasjátékban a játékosok egy-egy galériának a tulajdonosai, és megpróbálnak a lehető legtöbb pénzt gyűjteni. Mindegyik játékosnak van egy kis paraványa, ezek mind-mind különbözőek, mutatják kívülről, hogy így néz ki az adott galéria. Mindenki 100 000 pénzzel kezd, felhívnám a játékosok figyelmét arra, hogy különféle arcképek találhatóak a különféle érméken, nem tudom mennyire látszik, de mindegyiken különböző, többféle címlet van, mindegyik egy-egy festőnek az arcképe, és hát a százason maga a szerző Dr. Reiner Knizia található, nagyon-nagyon szép megemlékezése ez magáról a szerzőről, nagyon szép munka, jó vaskos pénzek egyébként. A játék az aukcióról, a licitről szól. Van 5 művészünk, 5 művész folyamatosan készíti a képeket, egyébként az 1800-as években járunk, és nagyon szép munkák születnek. A játék egyébként 4 plusz 1 féle licitről szól. Sorban a játékosok aukcióra bocsátanak képeket, ezeken az itt látható 5 szimbólum közül van valamelyik. Mind-mind egy különböző, a többitől különböző aukciót kér. Van egy nyílt aukció, amikor egy ilyen tenyeres kártyát játszik le a játékos. Soron következő játékos aukcióra bocsátja Gustav Klimnek ezt a képét, ezt ide helyezzük, és az adott licit szabály szerint eljárnak a játékosok. Amikor nyílt aukció van, akkor bekiabálós alapon bármennyi pénzt adhatnak az adott képért. Aki a legmagasabb összeget kívánja, senki többet harmadszor alapon, akkor az illető elviszi a képet, és beadja a közös készletbe azt az árat, amin végül elvitte, és ezt felfordítva maga elé tesz, hogy ez a kép innentől kezdve már az övé. Ezen kívül van még egy egykörös licit, hogyha a soron következő játékos egy egykörös licit kártyát játszik ki, akkor ezt ide tesszük, az egykörös licit a kikiáltótól, vagy a kártyát kijátszótól balra mindenki sorban mond egy összeget. Csak az előzőnél nagyobbat szabad mondani, illetve lehet passzolni, hogyha szeretnénk. Legvégsőként a kártyát kijátszó játékos mondhat egy árat, de aki a legnagyobb összeget mondta a pénzéről, beteszi a pénzt a közös kasszába, utána pedig tegyük fel, hogy elviszi. A harmadik, az egyik kedvencem, hogyha szabad ilyet mondanom, az a titkos aukció, hogyha egy játékos egy ilyen becsukott ököl szimbólumot játszik ki, akkor az aukcióra bocsátott kép zárt licit, mindenki a kezébe vesz valamennyi pénzt, akkor is be kell tenni a kezét, hogyha nem tett bele pénzt, de mindenki beteszi a kezét, és aki a legnagyobb összeget adja az adott képért, ő elviszi az adott képet, és onnantól kezdve az adott képnek már tulajdonosa. A negyedik lehetőség a fix áras aukció, hogyha egy játékos kijátszik egy képet, amin ez a szimbólum látható, és beteszi ide, akkor mond hozzá egy árat. Ő mondjuk azt mondja, hogy ez a kép ez 50 000 pénzbe kerül, 50-et kell érte adni, sorban jönnek a játékosok egymás után, és aki először megadja ezt az összeget, ővi a kép. Az ötödik egy meglehetősen trükkös aukciós típus, amikor dupla aukciót tartunk. Amikor valaki egy olyan képet játszana ki, amin egy ilyen plusz egyes szimbólum van, akkor rögtön mellé játszik még egyet, lehetőleg ugyanattól a szerzőtől, hogyha nem tud ugyanattól a szerzőtől, akkor a következő játékosnak ugyanattól a szerzőtől, ugyanattól a festőtől egy képet oda tenni, és a második oda tett kép határozza meg mindkettőnek az aukció típusát, tehát aki ezt az aukciót mennyi, rögtön 2 képet nyer. Például a második képünk most egy nyílt aukció, mindenki bekiabálhatja azt az árat, amin el szeretné vinni, aki a legmagasabbat mondja, ő viszi el, és utána valakihez hozzákerülnek ezek a képek. Egy forduló addig tart, amíg egy festőtől az ötödik kép aukcióra nem bocsátódik, ekkor az adott forduló véget ér, egy játékosnál egy festőtől maximum 4 kép lehet eképpen, és megnézzük, hogy melyik festőnek van a legtöbb képe lejátszva, ebben az esetben például Cézánnak van a legtöbb képe, hozzákerül a 30-as jelölő, ebben az esetben például Gustav Klimnek van a második, és a Vincent van Goghnak van a harmadik. És ebben a fordulóban minden egyes kép, ami egy játékosnál van, az adott szerzőtől, az adott festőtől annyi pénzt ér, minden egyes kép, amennyit található. A következő fordulókban a lejátszott lapok azok kikerülnek, újra 9-re töltik a játékosok a kezüket, és maradnak itt ezek a bizonyos árazások, és nagyon fontos, hogy a következő fordulóban
előfordulhat, hogy máshova kerülnek ezek a bizonyos jelölések, és előfordulhat, hogy egy olyan szerzőnek, például Cézánnak az előző fordulóban 30-at ért minden képe, ha a második fordulóban hozzá nem kerül jelölő, akkor semmit nem érnek a képek. És simán lehet, hogy egy korábbi fordulóban mondjuk Munktól valaki gyűjtött képet, de hogyha nem ér semmit a kép, akkor fizetett érte, de sajnos úgy alakult, hogy nem ér semmit. Ez a játék végén meglehetősen könnyen fokozódhat, simán lehet, hogy a későbbiekben úgy alakul, hogy egyes képek már akár 60-at, sőt akár 90-es, sőt meglehetősen borzalmas drága képek tudnak lenni, attól, hogy egy szerzőnek volt egy icipici alkotói válsága, pici szünete, attól még visszatérhet, és simán lehet, hogy az játék utolsó fordulójában egy-egy kép tőle nagyon sokat ér. A játék a negyedik forduló végeztével ér véget, utána megszámoljuk, kinek van a legtöbb gyűjtött pénze, és aki a legtöbb pénzt gyűjtötte, ő nyert. Modern művészet egy nagyon szép leporolás egy klasszikus játéknak. 90-es évek elejé René Kníciának ez a licit király játék. Igen. Külön szednénk, egyrészt beszélnénk magáról a termékről, a Dice Tree Games-nek a termékéről, és utána pedig külön a játékról. Hogy tetszett maga, mint termék, mint kiadvány? Mint kiadvány szerintem kiemelkedő. Szóval azt gondolom, hogy a legtöbb társasjáték tanulhatna a modern artnak ennek a kiadásáról. Egyrészt gyönyörű, tehát megfogja a szemedet az első pillantásra, kézbe szeretnéd venni. Nagy méretű a doboz, de nem túl nehéz. Nagyon kellemes tapintása van mind a kártyáknak. Remekek benne a pénzek, és ez az egész plusz, amit hozzáad, ez a fa kalapács, ez meg a kis állvány, amire a képet ki tudod tenni. Szóval ezek olyan kis pluszok, amik önmagában a játékmechanikát nem befolyásolják, de olyan sokat ad hozzá, hogy én biztos, hogyha választhatnék, hogy egy alapszettet vegyek meg, vagy ezt egy icipicivel drágában, akkor én ezt választanám már csak azért is, mert ez egy ilyen örök játék, amit az ember így megőriz, mint ahogy egy modern festményt. Érdekes, hogy ez a legnagyobb kiadvány a modern artnak, ilyen nagy dobozban soha nem került még kiadásra ez a játék. Több kiadónál is volt már a joga ennek a játéknak, mindig kisebb dobozban volt, soha nem volt ennyire patinás a megjelenése egy játéknak. Adtak, mint kiadvány izgalmas döntésekkel van tele. Fémpénzek, nehéz, maga a doboz is nehéz. Szerintem simán papírpénzeket tokeneken meg lehetett volna oldani, de az, hogy a fémpénzeken a különféle festőknek az arcképe van, és nagyon szép, hogy René Kníció is szerepel az egyik érmén. Hát persze, hogy szerepel. Nagyon izgalmas, úgyhogy megadták a módját, és tényleg ad az alkatrész készlete ahhoz, hogy én tényleg egy múzeum befolyásos kurátorának, vagy pénzemberének érzem magam, nem biztos, hogy a kurátor, de pénzemberének érzem magam, aki dönt arról, hogy ez a kép legyen, ne legyen, hogy legyen, hogy adjuk el, hogy ne adjuk el. Biztos tudjátok, hogy számunkra nagyon fontos a flow egy játékban, hogy hogyan érezzük magunkat, közben bele tudjuk élni magunkat, teljes élményt ad, és ilyen szempontból a modern art az egy teljes élményt adó játék. Igen. Én is átéreztem ezt, ráadásul az, hogy maguk a festmények ugye gyönyörűek, amik a kártyákon vannak, már ez önmagában egy olyan játékosságot, egy olyan élményt ad, egy élményszerűséget ennek, hogy már arról elbeszélgetünk játék közben, hogy ez a festmény milyen gyönyörű, vagy az mennyire visszataszít. Ezt kitenném a falamra, azt nem tenném. Szóval nagyon sokat ad a játék élményhez. Egyes elemeiben oké, tehát nagyon kiugró az a festéktartó pici állványka, akkor nagyon jó kalapács, nagyon jó kártya minősége, viszont egyes alkatrészek, nekem például a paraván az oké, illetve fontos tudni, hogy egy dél-koreai kiadóról van szó, és egy csomó ikonográfia, egy csomó betű dél-koreai. És nagyon tetszett, hogy csináltak ebből egy előnyt, ugyanis két festmény pakli van benne, a másik dél-koreai festőknek a képei, hihetetlen izgalmas. Olyan szépek! Játszottunk vele egyet. Hány dél-koreai festményt ismertek? Ha? Hányat? Írjátok le kommentbe, hogy hányat ismertek névben, címben. És különleges volt az általam kevéssé ismert paklival játszani. Jó döntés volt ez, hogy egy pici edukáció, pici tanítás történt. Milyen jó lenne, ha lenne ilyen magyarból is. Vagy akár minden nemzetnek a kártyapakliát megnézni. Ha már itt tartunk, érdekes, hogy a kiadvány klasszikusabb művészeknek, 200 éves művészek, 200 éve készült képeknek a részeit használja föl, és nekem kevéssé modern art az a fajta modern művészet, amit kezdek. Tehát a többi kiadvány, tehát a Mayfair Games-nek, egy csomó más kiadványnak sokkal modernebb, sokkal furább, sokkal ilyen azonosulhatatlan, Jean Miró-szerű, ilyen absztraktosabb megoldásokat használ. Hát és egy Manet kép nekem, nem. Bár modern nem. Art, de érdekes döntés, hogy klasszikus, modern. Nyilván az ő korában vízi hulláknak hívták, meg csúfolták ezeket a képeket, tehát kifejezetten csúnyának számított, és sok közel sem klasszikus, tehát valamihez képest nyilván modern, de a mostani 2000-es évek művészetéhez képest inkább klasszikusnak tűnik az a fajta modern. Graffiti legyen?
Simán lehet, sokkal kevésbé mobil, és úgyhogy érdekes döntés volt a kiadótól, hogy klasszikusabb modernet választott. Tehát mint termék abszolút figyelemre méltó, és bőven megérdemli az alapmechanizmus is azt, hogy egy ilyen szép, modern, szép nagy dobozban érkezzen meg. Mint játék? Mint játék nekem azért különleges, mert én a licit alapú játékokkal annyira nem vagyok ismerős, ez inkább Zolinak a területe, de az, hogy itt rögtön ötféle licitálási módszer, mechanika működik a játékban, az nekem tanulást igényelt. Szóval én az elején nem láttam át olyan könnyedén, hogy melyik licit hogyan működik pontosan, bár van hozzá egy nagyon jó segédlet a játékban, ami mondja pontosan, hogy mit kell csinálni, nekem akkor is egy kicsit így koncentrálnom kellett, úgyhogy nekem ez egy újdonság volt maximálisan. Ez egy korai játék, a Renek Nizia féle elegancia minden egyes salonpontjában jön. Elegáns játék, letisztult. És ebből adódóan, mivel kimaxolja a licitet, és ez csak a licitről szól, megosztó. Vannak emberek, akik szeretnek licitálni. Vannak emberek, akiket viszont elijeszt ez a mechanizmus, hogy csak egymásra ígérgetünk, meg az, hogy valaminek az értéke mennyi, az a játék közben alakul ki. Izgalmas, folyamatosan egymásra hangolódós figyelmet kér a játékosoktól, viszont nem modern. Azért nem modern a modern art szerintem, és ez egy pici paradox, mert a modern játékok szeretnek koktélok lenni. Nem valami esszenciálisan valami, hanem felhasznál egyéb mechanizmusokat. Megfigyeltem, hogy a kedvenc játékaink is használnak licitet, finoman. Egyszer-egyszer. De nem csak erre. Egy-egy kicsi viszont. Mint ahogy a kockajátékoknál is, hogy vannak olyan játékok, amiben nagy a kockadobás, ugye az Ameriknél, főleg az amerikai típusú játékoknál, de olyan játék, ami csak kockadobás, hát az önmagában egy idő után kicsit unalmasnak tűnhet. Hogy használ a Five Tribes licit rendszert. Fantasztikus licit rendszer van a For Sale, az Elarlak című játékban. Tehát egy csomó játék elemeit átveszi ennek, de hogy ennyire esszenciálisan csak licit, az a modern artban van. Igen. Abszolút, csak licit játék. Nekem is feltűnt. És ez nagyon-nagyon sokat tesz egy lapra. Valakinek vagy bejön, vagy nem. Hogyha szeretitek a licit játékokat, vagy foglalkoztat ez, és masszívan kell a többiekre figyelni, valaminek az árára figyelni, akkor mindenképpen próbáljátok ki a modern artot, és hogyha a modern artot próbáljátok ki, akkor a Dice 3 Games-nek a kiadását próbáljátok ki, mert megadja a módját. Tényleg ad hozzá a flowhoz. Nagyon érdekes volt figyelni, hogy ugye 4 forduló van a játékban, a harmadik, negyedikben már nagyon nem foglalkoztunk az alkatrészekkel. Megadja vagy nem adja? Stratégia. Annyira ment a stratégiázás, már a művészeti élmény, hogy milyen szép kép, sehol nem Már nagyon nem foglalkoztunk azzal, hogy milyen kép, hogyan kép, mennyi a pénz, mennyi az annyi, pénz beszél kutyaugat. Semmiféle művészeti élmény. És hihetetlen érdekes volt, hogy már is ilyen 38 év a szakmában lévő szakinak érezte magam a játék végén, és hihetetlen érdekes volt az ív, hogy így, mint egy ilyen zománc, hogy leperget rólunk a művészet öblögető, az ízgerincet fogyasztó művészember, és csak a pénz, és csak is a licit. Hát meg ugye tudjátok, hogy megy az elején, amikor elkezdődik egy licit játék, az emberek így, ne adok 4-et. Na jó, én akkor 5-öt, 6-ot, harmadik kör, 100! 150! 100-200! 200! És hol vagyunk már attól, hogy 5-öket dobáltunk be az elején? Így van. Szóval ilyen szempontból is egy érdekes játék nagyon. Érdekes eleme, hogy klasszikus játék, bizonyos szempontból nagyon jól áll neki a korosodás, közel 30 éves játékról beszélünk, ma is játszom, ma is nagyon szívesen játszom, mert hihetetlen elegáns és nagyon szépen letisztult, szépen középre beigazított nyakkendős játék, viszont nem több, mint ami, ez egy licit játék, és hogyha tetszik ez a műfaj, akkor próbáljátok ki, ha nem, akkor nem. Így van. És hát nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, hogyha ti esetleg próbáltátok, vagy hogyha nem, akkor hogy mit gondoltok a licit játékokról, szerettek-e például rejtettem, vagy nyitottan licitálni egy játékban bármilyen. Esetleg milyen játékokban működött szerintetek licit, melyik a kedvenc licit rendszert használó játékotok? Kérlek, írjátok meg kommentben. Nagyon szépen köszönjük a Dice 3 Games-nek ezt a csodálatos játékot, hogy bemutathattuk nektek. Bízunk benne, hogy tetszett a rész, hogyha tetszett, akkor kérlek dobj egy lájkot, esetleg egy megosztást. Így van, várunk titeket Facebookon és Instagramon is, illetve hogyha kedvetek van támogatni bennünket, üvessünk egy kamerát, akkor a Patreonon nyílik erre lehetőségetek. Köszönjük szépen a megtekintést, reméljük mi hamarabb találkozunk, addig is jó játékokat! Sziasztok! Sziasztok! £10? Ki kéri 10 forintért? Senki? Ha ha ha.